Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Ma esti beszélgető társam Batta Éva számmisztikus lesz. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Ugye a számmisztika az nem egy egyszerű történet. Én nagyon sok embert ismerek, aki hihetetlenül hisz benne, és állítja, hogy ez egy tudomány. Mások meg azt mondják, hogy hát ez valamilyen sületlenség. Tudom, hogy te több könyvet is írtál ebben a témakörbe. Téged mi motivált, hogy kezdtél el a számmisztikával foglalkozni? És miért számmisztika, miért nem numerológia? Nagyon érdekes, hogy 40 éves korom még nem is hallottam a számisztikáról, egyáltalán nem foglalkoztam vele, a környezetemben nem fordult elő, és akkor van 42 lehettem, amikor elmentem egy tanfolyamra. És ott mellettem egy hölgy ült, és szó szót követett, és egyszer csak mondta, hogy ő ki tud számolni számisztikával, tudom én, születési képletből, gondolkodást, ezt, azt. Hát és akkor mindjárt na nagyon megtetszett rögtön, és mondtam, hogy na muti. És akkor ő ezt megmutatta, és onnantól elkezdtem a számisztika után érdeklődni, de nem sokára, nem messzire jutottam. Szikehidi Ágnesnek olvastam két könyvét, azt tetszett, aztán Tauista számisztikát néztem meg, ez nagyon érdekes és végül elvégeztem egy atlantiszi számisztika tanfolyamot. Egyáltalán mióta tudjuk, hogy van számmisztika? Honnan ered? Hát én olyan nagyon nem néztem ennek utána, én belevetettem magam a közepébe a dolognak, de azért azt tudom, hogy Pitagoras alkotta meg 570-ben talán, de ez nem biztos egyáltalán, a számmisztikát, és igazából a mi Hanvas Bélánk, aki nagyon tisztelte, mondhatnám a számokat, mindennek az eredetének tartott az alap, alapnak, Lényeg, ami lényeg, hogy én ezeket úgy nézegettem, ezeket a számmisztikákat, próbálgattam elemezgetni minden, de valahogy nekem nem állt össze a kép. És akkor végül az interneten felfedeztem egy, nem mondanék nevet, egy számisztikát, egy módszert, és megrendeltem pénzér, és hát ám bár nagy nagyképű, nem baj, úgy gondoltam, hogy ilyet én is tudok írni. És megírtam. <laughs> Találtam benne ráadásul három hibát, úgyhogy olyan mérges lettem, hogy a pénzt visszakértem, vissza is kaptam, és hát megírtam az én számisztikámat. igen, egy év alatt. De mi állhat ennek a hátterébe? Tehát, ha most valamiféle tudományos magyarázatot keresünk, mit mondanak a számok? Tehát mit tartalmaznak a számok? Mert hogy valamiféle információ van bennük, az biztos, mert mindenkinél más-más az üzenet. Hát nem baj, ha rövidre zárom, ugye? Nem. A lélek nyelve a szimbólum, uh -huh. és a számok szimbólumok. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag így beszéddel, de így kommunikálni csak mi emberek tudunk uh -huh. itt a felszínen. Világos. Egyébként pedig a számoknak rezgése van, különböző rezgése természetesen nyilván behatároljuk egy skálába, például 1-től 9-ig, az egyes az én, a 9-es mondjuk az éntelenség, de hát ugye mivel a fejlődés spirálkörös, így ezek folyton ismétlődnek. Mire használható egyáltalán a számmisztika? Tehát ha én most azt mondom neked, hogy én megmondom az én születési dátumomat, mit tudsz nekem ebből megmondani? Hát... Elég sok mindent. Én a magam részéről egy 25 pontos elemzést szoktam csinálni, ez általában egy ilyen 25-34-es oldalt tesz ki. Az igen. Ö, a szülői háttérrel kezdem, ö, mert hogy nagyon, én úgy gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy az ember honnan jön és mit hoz onnan. A másik pedig az, hogy elég sokat problémázunk a gyerekkorunkban, ért ö, ö, stresszekkel. Ö, hogy nem mondjam, bántalmazás mi egymás. E, és e, tulajdonképpen itt ezáltal, hogy a szülőket is megnézem, e, egy sor dologra eleve fény derül. Tehát ami tudattalan, az azért hogy tud tudatos lenni. De akkor ez azt jelenti, hogy én hozzád elmegyek egy szemmisztikai elemzésre, és akkor mielőtt az én Elemzésemet te elkészíted, előtte megkérdezed a szüleim születési dátumát, és azt mondod, hogy az egyik ilyen típus, a másik ilyen, a te életed jelenlegi problémája abból adódik, hogy ők milyenek voltak, vagy hogy hogyan hatottak az életedre? Értem. Szóban nem nagyon csinálok elemzést. Uh -huh. Illetve, ha, tehát akkor viszont célzatosan. Tehát akkor fókuszálunk arra a problémára, és akkor azt körbe lehet járni. De ez olyan mélységű ez az elemzés, hogy ezt csak írásban lehet. És ajánlatos is többször elolvasni, mert mindig felfedez az ember valami újat benne, és közben fejlődik. Világos. Akkor ez arra is alkalmas, hogy nekem általánosságban elmondjál dolgokat, és ugyanakkor konkrét problémák megoldására is rámutathat, vagy magára a problémára, hogy miért nem tudom megoldani. Így van, teljesen így van. Sőt, csináltam már elemzést projektindításra. <laughs> Készítettem elemzést gyereknek beiskolázáshoz, hogy mit válasszon. Tehát igazság szerint az égvilágon mindent lehet elemezni számisztikailag, aminek van születése és van helye. Uh -huh. Mert hogy igazság szerint az adatok ezek születési év, hónap, nap és a születés helye ha véletlenül ikrekről van szó, akkor kell csak az időpont. És hogyha a születés helyét én megadom, akkor azt te számisztikailag elemzed a, a helység nevet? Hogyne, azt is. Nem csak számokkal dolgozunk, hanem betűkkel, és a betűket átkonvertáljuk számokkal. Ja, értem. Uh -huh. Így jön ki. Én egyébként azért is nevezem számmisztikának, ez az ezotaros számmisztika egész pontosan le van védve, mert csak magyarokat elemzek. Valamiért nem tudom, én ezt így kaptam, hogy vagy külföldre települt magyar, tehát azt is, vagy hazatelepült magyart, azt is, de magyar. Uh -huh. Egyébként neked van különbség a számmisztika és a numerológia megnevezés között, azon kívül, hogy a numerológia ugyan nem egy magyar megnevezés. Tehát rezgésben van-e között különbség, vagy ugyanarról beszélgetünk? Ugyanarról beszélgetünk, csak valamiért engem a numerológia nem bonz. Uh -huh. De a számmisztika meg Igen. E az az enyém. <gül> <gül> Jó. Hogy tudunk egy kicsit konkrétabban információkat kapni tőled, hogy lássuk, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik? Mert ugye a nézők nyilván meghallgatják, megnézik ezt a műsort, de hogyan tudjuk őket meggyőzni arról, hogy ez egy tudomány, tehát hogy itt azért komoly tények vannak a számok mögött? Az igazság, hogy még. Új, nem nagyon szeretem a tudományt. Uh -huh. ne, ne legyen tudomány. Az élet megismételhetetlen. Hát ugyanabba a, a folyóba kétszer nem lépsz bele. Akkor te minek nevezed a számisztikát? Ha ez nem tudomány, akkor ez egy módszer, egy rendszer? Uh, igen, egy módszer, egy rendszer, egy segítség. Uh -huh. Rengeteg segítséget kapunk az égiektől. Legyenek azok a, a megtestesületlen társaink, vagy legyenek azok angyalok, vagy, vagy bárki, rengeteg segítséget kapunk. Észre kell venni. Többek között a, a levegőbe is információk vannak. Rácsodálkoznak arra, aki levesz információt a másikról, vagy egy helyzetről. Nem csoda, tele van. Morfogenetikus mezőnek mondják. Van. Minden energia. Így minden van. energia, tehát igazából csak azért nem tudjuk levenni, mert ha valaki a pénz után fut, az, az anyagi dolgok után fut, hát akkor, akkor hogy venné le a, a szellemi dolgot? Tehát akkor, akkor nem lehet, nem lehetséges. De nem azért, mert nincs, hanem azért, mert nem jut hozzá. Azt is mondtad, hogy ez egy fejlődő rendszer. Tehát, hogyha nekem elkészítesz, vagy bárkinek egy elemzést, születési körülmények, tehetségek, képességek, betegséghajlamok, lehetőségek. Mennyire kell ezt komolyan venni, vagy mennyire kell ezt úgy kezelni, mint egy, egy információt, ami nekem az úton segítség lehet. Tehát mennyire kell tartanom attól, hogy ezt én be fogom teljesíteni, vagy mennyire kell ezt tényleg az információ szintjén kezelni. Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy hol van ebben a szabad akaratom, hogyha. A számok mindent megmondanak, és mindent eldöntenek. A másodikkal kezdem, jó? Mégpedig a kedvenc hasonlatommal. Húslevest mindenkinek főzni kell, mert megszületett pont. Igen. Viszont a húslevest, ezt többféleképpen főzzük. Sokféleképpen. Na, hát itt a szabad akarat. Tesz ebből a répát, vagy nem? Világos. Ennyi. Bocs az első. Hát engem az érdekelne, hogy mennyire kell ezt komolyan venni, tehát, hogy mennyire, mennyire olyan ez, mint egy eleve elrendeltség, hogy azt mondom, hogy te ekkor születtél, ilyen képességek, ilyen betegség ez lesz, vagy azt mondom, hogy figyelj. Most ebben az élethelyzetben a számok azt mondják, hogy ez a valószínű de. Ha te a szabad akaratod okám, valamit megváltoztatsz, akkor új helyzet van és új lehetősége. Tehát, hogy mennyire kell ezt így komolyan venni, és vagy mennyire kell ezt egy helyzetre vonatkozóan komolyan venni? Ez elég összetett kérdés, jó? Ez nem egy kérdés volt, de próbáljunk, neki fogunk. Tehát igazából egy ilyen számmisztikai elemzés az adatok alapján olyan, mint egy, mint egy születéskori lenyomat. Ebben hasonlít az asztrológiára. Én a többi hasonlóságot nem, tehát én nem hasonlítom hozzá, van a kégen. De ezek lehetőségek, mint minden az életbe. Nincs, én nem hiszek abba az eleve rendelésbe. Hát akkor most, most megbeszéltük, hogy mi idejövünk, ugye, mit tudom én, fönt még megbeszéltük, akkor igen, idejövünk, Ez beszéljük, jó, akkor ezt beszéljük. Tehát ennek nincs értelme, én nem látom ennek értelmét. Én azt gondolom, hogy megvannak a keretek, mert hogy ugye a lélek tapasztalni akar, tehát vannak keretek, és ö, ö, Biztos, hogy vannak ö, ö, olyan pontok, amiket el kell érni, uh -huh. de az nyilván nem teszik ki az egész életet. Tehát ez, ez néhány pont. E, és sajnos kénytelen vagyok elkeseretlen a nézőket, mert a legtöbb fájdalmat magunknak köszönhetjük. Ez így igaz. Tehát nem azért, mert sorsszerű. Nem, nem. Igazából nincs szó sorsszerű. Más, amikor az ember, mit tudom én, elveszte egy gyerekét, mert ez, ez megint egy más kategória, na, de azért ez részint nem, nem mindennapos, nem mindenkinél, másrészt meg ugye egyszer történik az ember életébe a tragédia, de az, hogy ki hogyan teljesíti a feladatát, és én itt életfeladatról sem nagyon beszélnék. A számisztikából kiderül egy életfeladat de az is csak egy iránymutatás. Ez az egész számisztika az életünkkel együtt, ez egy lehetőség uh -huh. arra, hogy emberré váljunk, nagy e esetleg csupa nagybetűvel majd Igen, egyszer az lenne <laughs> Akkor te hogyan segítesz, mert ugye itt én mindjárt megálltam a szülőknél, tehát azt mondod, hogy készítesz egy 20-25 oldalas elemzést, Mit viszel végig folyamatában egy ilyen 25 oldalos elemzésben? Ö, ebből a 20, 25 oldal, de 25 pont. Ebből egy, az első pont az, az a szülők, ugye a szülői háttér, akkor utána jön egy, egy ilyen belső feltérképezés. Önmagunk Ön magunk feltérképezés? Igen, az én, igen, a kicsi én, aztán a lélekén, akkor ugye a kettőből adódik egy személyiség, amit erőteljesen vizsgálnak a pszichológusok, az, azzal, hát az jelenik meg igazából. Aztán van ebbe kiteljesítendő képesség, meglévő képesség, karma, családi karma, most itt a teljeségigénye nélkül kezdtem a felsorolást, aztán van kilenc életterület, ezek a karrier, a szerelem, a spiritualitás, Egészség, gondolom. az ö, igen, munka, a kapcsolatok, társas kapcsolatok. Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindenre kiterjed, mégis az, az élet egész területére kiterjed. Milyenek a visszajelzések? Tehát akik tőled kérték ezt az elemzést, kaptál-e visszajelzéseket, hogy ez mennyire volt a számukra hasznos a mindennapi életükben vagy élethelyzetekben? Igen, igen, szerencsére kaptam visszajelzést, és ö, hát senki nem küldött el a lecsóba, ezt el kell mondjam de eléggé meglepő dolgokat fedeztek föl benne. Például olyan is, aki például buddhista tanító, tehát ő azért ebben úgy benne van, de azért mikor megcsináltam az ő elemzését, érdekes volt, mert az édesanyjának a neve ugyanaz, mint az övé. Tehát ugye a, a, mamának a leénykori neve, meg a férhezmen menés után meg minden és rémesen meglepődött, és helyre került. Tehát ebbe az a jó igazából, hogy helyre kerülnek dolgok. És megérti, tehát saját magát, ö, saját magához kap egy, egy kis ö, segítséget, hogy, hogy, a, hogy az önmegismerés útján tudjon, tudjon haladni. És mit adott ez neked? Mert akkor neked is van egy önismereti útad ebben. <laughs> <laughs> Kell, hogy legyen aki a számokat ismeri. Hogy, hát nekem részint az, az, azt adja, hogy imádom, amikor, amikor jön valaki ilyen dolgorral, és így megy el, <laughs> feltöltődve energiával. Hát én nagyon szeretem a szemmisztikát, én szeretem ezt csinálni, és nagyon sokat segített igazából nekem is. Tehát megnézted a saját képletedet, a és saját családét. A saját képletemet, így van, és érdekes dolgokra is rájöttem, mert hát azért most már egy ilyen 150-200 elemzésen túl vagyok. 150-200 Nem ezer, 150 -200. bocsánat, nem, nem. Igen, 150-200 elemzésen túl vagyok, igen. És például mondhatok egy érdekes Olyan, példát? Ne, többet is. Észrevettem, ugye a férfiak agresszívak most már a macska is, de mindegy, de a férfi agresszivitás, hogy, hogy most túl azon, hogy nem hagyjuk őket sírni, és nem hagyjuk az érzelmeiket megélni, ez, ez szerintem őrült katasztrófa, de de túl ezen egy pár férfinak a, a képletét összehasonlítottam, az elemzését, tele vannak szeretettel. Nem tudja megélni. Nem tudja kifejezni. Nem tudja kifejezni. Nem, és akkor jön a pótszer, vagy ugye munkamániás, vagy drogozik, vagy iszik, vagy mit tudom én, valamibe kiéli. Mert a feszültségnek viszont ki kell jönni. Így Tehát, van. amit ha szeretetet nem tudod megélni, akkor az az energia Igen, eltorzul, hát ez és borzasztó. utat tör magának. Így van. Úgyhogy például ez érdekes, akkor csináltam elemzést családnak. Nagyon jó volt. Az olyan élvezetes volt. A, 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 kiderült, hogy a kisfiú egy őrült áldott tehetség, és bizony a, a sokba hasonlít. És hát ezt, ezt vissza is igazolták. Visszaigazolták. Igen. Uh -huh. Úgyhogy az a jó, hogy, hogy nagyon sok visszaigazolást kapok. Már azért, hát mondom csak, hogy az első tíz elemzésnél szétrágtam a körmömet, hogy jáj, hogy most mit szabadítottam a világra, de szerencsére nem lett belőle uh -huh. probléma. Úgyhogy olyannal is találkoztam, aki mondta, hogy áh, ez hülyesség. Nem muszáj elfogadni. De hogy a számoknál nincs objektívebb ö, valóság, az egészen biztos. Hát most, ha nem fogadja hát azzal nem lehet mit kezdeni. De az nem is keres meg téged, hogy segíts, nyilván? Ö, nem, nem. Egy-egy tévet oda csak, ö, de valóban azok keresnek meg, akik azért legalább az én ismeret útján valamilyen szinten vannak. Tehát nem kell ehhez, tehát egy számisztikai jellemzés értelmezéséhez nem kell önismeret. ismeret. De annyi, de akkor legyen egy elfogadás, egy nyitottság. Persze. Hogy, hogy, amivel befogadom, hogy amit mond, legalább megfontolom, hogy ez igaz vagy nem igaz. igen, igaz. igen, vagy hogy lehet benne olyan tartalom, ami nekem hasznos. Így van. Hasznomra lehet. Mik a terveid? Vannak-e terveid? Könyvírásra vonatkozóan, tanfolyam, miben szeretném még kiteljesedni, ami ehhez kapcsolódik? Hát legnagyobb álmom, hogy ezt a számisztikát átadjam minél több embernek. A te olvasatodban nyilván. Hát ez, amit én írtam, tehát ezt a, ezt a fajta számmisztikát nem olyan egyszerű megtanulni, és eddig hát nem olyan nagyon sokan jöttek megtanulni. Uh -huh. Elemzés az volt, de én átadni szeretném, és azon kívül hát számmisztikával kapcsolatban kártyákat is csináltam, Számisztik a kártyát? Számisztik a kártyát. Tehát a számokon alapulnak ezek a kártyák és na azok aztán a mindennapokban így egészen le, le, a mélységig nagyon sokat tudnak segíteni. Tehát ezek konkrét problémákra, hogy miért konkrét. nincs munkahelyem, és akkor Például, is igen. azt mondja, hogy igen, változnod kell, mert nincsen benned elég türelem, mondjuk. E, igen, hát mondjuk a kérdés az, az ugye az, hogy mit csináljak, hogy, hogy legyen. Sikeres hogy legyen. sikeres legyen. Igen. Uh -huh. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és szívből kívánom, hogy teljesüljenek a vágyait, tanítsd meg a te módszeredet minél több embernek, mert én úgy látom, hogy igazán értesz hozzá. <laughs> nagyon sok sikert kívánok neked, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Önöktől pedig búcsúzunk, további szép estét kívánok, viszontlátásra!